Megszűnik az országos képzési jegyzék. Az OKI átalakítása folyamatosan zajlik. Nagy Otto, az IH igazgatója elmondta, a szakképzési centrumokban fogják a szakmai képzést megvalósítani, és az alapszakmákat érintő felnőtt képzéseket is ezek a központok végzik el. Egyelőre az a hír terjedt el, illetve ez bejelentés is volt a kormány megfelelő szakemberei részéről, vezetői részéről, hogy megszűnik az OKI, mint eddigi rendszer. Az országos képzési jegyzéket törlik, és nem tudjuk, hogy mi lesz helyette. Én nekem személy szerint nagyon fáj a szívem az OKI-ért, mert a nemzetközi tanfolyamainkon, kapcsolatainkon keresztül tudom, hogy egész Európában tapsolva fogadták a magyar OKI végzettséggel rendelkező embereket, mert tudták, hogy azok jó szakemberek, és ugye az Európai Unióban ez az OKI képzettségi lista, ez elfogadott volt minden Európai Uniós tagállamban. Ez most megszűnik, nem tudjuk, hogy mi lesz az, amit majd elfogadhatnak, vagy elfogadtatnak-e egyáltalán a magyar szakemberek a külföldi partnerekkel. És hát ez egyik oldalról persze jó is, mert akkor nehezebb lesz külföldön munkát vállalni a szakembereknek, de Magyarország presztízse szempontjából szerintem ez nem lesz jó. A jelen pillanatban annyit lehet tudni, hogy a szakképzési centrumokban, mint iskolákban fog majd a szakmai képzés megvalósulni. Az a terv látszik, hogy a felnőtteket is majd ezek a szakképző centrumok fogják képezni, tehát ha valaki valamilyen szakmát el akar sajátítani, alapszakmákról beszélünk, akkor azt bizony csak a szakképzési centrumokban tudják megtenni. Nem látjuk, én sem, meg a kollégáim sem, a felnőttképzés területén dolgozó vezetők, hogy hogyan fog ez megvalósulni a gyakorlatban, hisz ha mondjuk néhány ember jelentkezik csak egy adott például NCCNC esztergályos képzésre, például a Pápai Szakképzési Centrumba, akkor nem tudom azt, hogy azokat az embereket hogyan fogják beültetni a középiskola korú diákok mellé a tanterembe, vagy pedig néhány embernek tudnak-e szervezni délutános esti tanfolyamokat, ami alatt el tudják végezni ezt az alapszakmát. A másik ismeretlen dolog az, hogy mi lesz azokkal a rugalmasnak nevezhető speciális képzésekkel, amit jelen pillanatban a tervezet a jelenlegi felnőtt képzők kategóriába sorol és oda próbálja irányítani azokat, akik ezt akarják csinálni, mert bizony a cégeknél nagyon sokszor merül fel olyan, hogy a dolgozóiknak megvan az alapképzettségük, de valami speciális képzettségre is szükségük lenne. Ezt nem fogják tudni megcsinálni a szakképző centrumok, hisz nincs meg az a rugalmasságuk, hanem helyette a felnőtt képző vállalkozásoknak kell ezt majd megcsinálni. De itt megint az jön elő, hogy mit fogunk adni a kezükbe utána a végzettségkor, milyen bizonyítványt, milyen végzettséget, és hogy ez hogy lesz elismerve mondjuk országosan. Mert ha például egy Audi megrendel tőlünk egy speciális képzést, amire szüksége van a néhány dolgozónak, ezt elvégzik, kapnak róla egy nem is bizonyítványt, hanem csak egy certifikátot, tanúsítványt, akkor utána elmennek mondjuk Kecskemétre a Mercedeshez, hogyan lesz ott elfogadva ugyanez a bizonyítvány. Tehát ez még nagyon kérdéses. 5-én ül össze a felnőtt képzők szövetségének az országos elnöksége, ott ez is téma lesz, és tervezünk az őszre egy országos szakmai napot, ahol bizony a legkompetensebb állami vezetőket szeretnénk látni, hogy ezekre a kérdésekre válaszokat adjanak. Nagyon fontos még, hogy a felnőtteknek van lehetőségük, ha már van egy OKI-s végzettségük, ingyenesen egy másodikat is megszerezni. Ez most nagyon jól működik. Ez változni fog? Tehát az imént említettek alapján gondolom, itt is módosulnak dolgok majd. Hát abszolút nyitott még a kérdés. Annyi kérdést tettünk fel mi is a kormányzatnak, amit a közeljövőben az elnökségi ülés után írásban is benyújtunk nekik, hogy válaszokat várunk ezekre a kérdésekre. Ez is az egyike a soknak. Nem tudjuk elképzelni, hogy most vouchert kapnak a dolgozók, és
azzal mehetnek bármelyik képzőhöz, ahova tudnak, ahol tudják őket fogadni egyáltalán, vagy visszajön az a normatíva jellegű képzés, hogy minden dolgozónak lesz a büdzséjében mondjuk a bankszámláján egy összeg, amit képzésre fordíthat, és azt szintén ugyanúgy olyan helyen fordítja, és olyan fajta képzésre, ami aki érdeke. De hát itt megint bejön majd az az ellenérdek, hogy a cégnek ugyan nem érdeke ez a képzés, mert esetleg a dolgozó ennek a birtokában elmegy egy másik céghez, de a dolgozónak mégiscsak érdeke lenne. Szóval itt annyi érdek és ellenérdek van jelen, hogy ezeket nagyon nehéz lesz majd kitisztázni, és különösen az lesz nehéz, hogy mindenkinek az érdekének megfelelően szülessenek meg a jogszabályok. Mennyi idő van ennek a jogszabálynak a kialakítására, kidolgozására, tehát a szakembereket meddig vonja majd be az oktatásért felelős tárca mondjuk? Valamelyik hírportálon olvastam a napokban, hogy Palkovics miniszter úr szeptemberre ígért már konkrétumokat, úgyhogy én bízom benne, hogy ezek megjelennek, hiszen nagyon rövid az idő felkészülésre, mert a rengeteg embert érint, képzőket is, felnőtt képzőket is, de ne felejtsük ki a szakképzési centrumokat, akiknek ugye most a nyakába kerül ez az összes feladat, és egyáltalán nem látom azt, hogy hogyan tudnak megbirkózni vele, mikor a jelenlegi feladataikkal is nagyon nehezen birkóznak. Tudom azt, hogy mennyire túlterheltek az ottani szaktanárok, 30-40 órákat dolgoznak, erre még rátenni olyat, hogy a felnőtt képzést is vigyék, ez lehetetlen. Tehát itt nagyon sok olyan szereplő van a körben, akiknek fel kell készülniük a feladatra, és hát ez nagyon sok szervezéssel is, meg rengeteg anyagi forrással is jár. Ja, a felnőtt oktatásnál vagyunk, további sláger témánk a nyelvoktatás. Ma milyen lehetősége van azoknak, akik alapi, tehát szinte semmilyen nyelvtudása nem rendelkeznek, vagy csak alig, de szeretnének egy kicsit tovább jutni felnőttként, és mondjuk angolul megtanulni legalább alapfokon, németül, spanyolul, milyen lehetőségek vannak? Hát ez egy jó kérdés, mert majdnem azt mondom, hogy semmilyen. Valójában egyetlen egy megoldás van, hogy a magán nyelviskolákba kell elmenniük, és ott tudnak tanulni. Ez ugye anyagi forrásokat is igényel az egyének részéről, de azt szoktam mondani, hogy meg kell jól nézni, hogy milyen nyelviskolában tanulnak. Elsősorban minősített nyelviskolákat javaslok, mert azoknak állandó kontrollja van az egyesületeik részéről, és azok tényleg azt a minőséget szolgáltatják, ami elegendő ahhoz, hogy az illető megtanulja a nyelvet. Azt szokták mondani, hogy hát én antitalentum vagyok, én soha nem fogom tudni megtanulni, stb. Én azt mondom, hogy ilyen nincs. Olyan, hogy valaki ne tudja megtanulni az idegen nyelvet, olyan nem létezik. Olyan létezik, hogy van, aki nagyon könnyen megtanulja, van, aki nagyon nehezen. A legfontosabb az, hogy mindenki olyan módon, olyan módszertannal tanuljon, és ezért fontos a nyelv tanfolyamnak a kiválasztása, meg az iskoláé, meg a tanáré, amilyen az ő képességeihez szükséges. Hogyha valaki ezt jól eltalálja, jól kiválasztják részére a módszertant, akkor meg fogja tanulni a nyelvet, ha nem annyira könnyen, de nehezebben, de biztos. Ugye, szakembereknek van-e ráhatása a döntéshozókra, a tekintetben, hogy beszélgettünk erről, hogy a nyelvtanulás milyen hatékonysággal zajlik mondjuk az általános iskolákba, hogy változzon, hiszen itt az a legfontosabb, hogy a gyerekek tényleg beszéljék, értsék azt a nyelvet, tudják használni a mindennapokba. Erre tudnak önök jó tanácsokat, vagy szakmai tanácsot adni a döntéshozóknak? Hát, ha kérnék, akkor tudnánk, igen, de azt hiszem, hogy ez eddig még nem jutottunk el. A probléma onnan indul, ahonnan nagyon sok esetben ez a minta mondat, hogy nem tudja, tanítja. Na most a legnagyobb gond az, hogy nagyon sok olyan nyelvtanár van az iskolákban, elsősorban az állami intézményekben, akik nem megfelelő módszertant alkalmaznak. Elsősorban az ő felkészítésük hiányos, teljesen mindegy az, hogy most mint nyelvtanárok végeztek, vagy pedig csak nyelvet tudnak és tanítanak. Mind a két esetben lehet olyan, hogy nem megfelelő módszertant alkalmaznak. Ezért én mindenképpen onnan indulnék el, és hiába örülök annak, hogy két hétre elmehetnek a középiskolás diákok állami támogatással idegen
nyelvterületre tanulni. Még ennek ezt egy lépését előbbre hoztam volna, hogy a nyelvtanárok menjenek el módszertant és egyáltalán nyelvet tanulni külföldre, mert annak idején, amikor például a húgom is orosz nyelvtanár volt, ő fél évig Odesszában, neki Odesszai Egyetem jutott, az egyetem alatt ott kellett neki tanulnia fél évig. És az tehát, ön esetében hogy történt? Hiszen azt tudjuk, hogy nagyon jól beszél az angol nyelvet, tehát ez most gyakorlat miatt, vagy az üzleti kapcsolatok miatt kellett többet mondjuk használni, tehát angol nyelvterületen kellett használni az angolt. Hát az én esetemben túlzás az, hogy nagyon jól beszélem, igyekszem jól beszélni, de azért, mert ezt hozta az élet. Tehát én rengeteget dolgoztam külföldiekkel, külföldön, Amerikában, Németországban, Angliában, ahol használni kellett. Tehát mindig a legfontosabb az, hogy élő környezetben használja az ember. Egyébként a diákokat is azért vittük ki annak idején minden évben 3 hétre Angliába, hogy érezzék azt, hogy mennyire jó az, ha tudnak beszélni. És ezért jó ez a program, hogy 2 hétre elmehetnek külföldre a diákok, csak még egy plusz hiányzik hozzá, hogy a tanárok is hadd menjenek el. Mert nagyon furcsa eset az, amikor a tanár ott áll a táblánál, és mondja angolul a szöveget mondjuk egy ilyen országismeretről, és közbeszól a gyerek, hogy az nem is ott van a Big Ben, hanem a másik sarkon, mert ő már látta személyesen is, a tanár meg még nem látta legfőjebb prospektuson vagy fotón. Tehát én azt mondom, nagyon érdekes dolog, mert mikor Amerikában megvolt az iskolánk, akkor tunéziai kormánnyal kötöttünk szerződést, és minden évben 8 hétre különböző egyetemekről, Tunéziából, Manubából, Szuszból, Tuniszból küldték a nyelvtanárok, végzős nyelvtanárokat, akik akkor kaphatták meg a diplomájukat ott Tunéziában, a nyelvtanári diplomájukat, hogyha 8 hetes tanfolyamon részt vettek nálunk Angliában. Aminek pontos módszertana volt, hogy melyik héten, minden héten más-más módszertani feladatokkal kellett megbirkózniuk, és ha nem adtam ki az igazolást arról, hogy ez az illető rendesen elvégezte és alkalmas, akkor nem kaphatta meg a diplomát Tunéziában. Ez lenne az egyik legnagyobb lépés Magyarországon is az idegen nyelv oktatásra, hogy a tanárokat így kellene kiengedni az egyetemekről, hogy vagy úgy, mint az odesszai eset, vagy pedig ez a tunéziai eset, fél évet vagy 8 hetet töltsenek az anyanyelvi környezetben, megfelelő intézménynél, egyetemnél vagy hasonló intézménynél, ahol felkészítik őket a módszertanra. Ugyan az IH nyelviskolát irányítja, friss információk az őszi oktatásra kapcsolatban vannak, és mire lehet felkészülni az önök nyelviskolája esetében? Hát most óriási, mondom azt, hogy durranásra készülünk, persze ez egy csúnya szó. Szeretnénk azt a 95 ezer embert segíteni, nyilván nem mi egyedül, hanem a mi kis hálózatunkon belül Magyarországon, akik azért nem kaphatják meg a diplomájukat, mert nincs meg a nyelvvizsgájuk, hogy ezek az emberek hozzájuthassanak. Többek között ők is azt a szöveget mondják, hogy én ezt soha nem fogom tudni megtanulni, de mi be akarjuk bizonyítani azt, hogyha megfelelő módszertant alkalmazunk, akkor igenis meg tudják tanulni. Ehhez próbálunk most egy kormányzati segítséget kérni, hogy meg tudjuk szervezni ezt a fajta módszertani képzést, és én garantálom azt, hogy 1 éven belül ezek az emberek is mind nyelvvizsgát tudnak tenni. Nem mondom azt, hogy 100%-osan mind magyar nyelvvizsgát, de nemzetközi nyelvvizsgákat is be fogunk vonni, mert meg kell találni mindenkinek azt a fajta módszertant és vizsgát, amelyik az ő tudásának és szükségletének megfelelő. Mert nagyon sok esetben olyan diplomához kérnek olyan nyelvvizsgát, amihez nincs szükség pontosan ugyanarra, mint amit megkövetelnek. És az életben nem is fogja használni úgy, ahogy megkövetelik, ugyanakkor ahhoz viszont, amit tanult, megvan az a megfelelő vizsga, a megfelelő tudással, amelyikkel élni is tud majd, és gyakorlatban használni tudja. Köszönöm. Köszönöm szépen.